nagyon régóta együtt vagytok már, mondom, a felállás sokat változott, de én már nagyon régről, hogyha visszatekintek, akkor az Osiris név már ugye előbukkan. Lassan érő zenekar vagytok, azt hiszem. Igen, talán ez a felállás egyébként 2 éve létezik. Most, hát az első lemezünk meg az Origo kiadónál jött ki, de most mentünk át új kiadóhoz, az Arénához. Bízunk benne, hogy egy kicsit, tehát eleve pénzesebb kiadó, és úgy néz ki, hogy karácsonyra már kijön a második lemezünk. Folyamatosan koncertezünk, most voltunk túl egy erdélyi turnén, szóval igyekszünk. Ez alatt a sok-sok év alatt mi minden történt veletek? Ilyen érdekes dolgok, ami miatt azt mondtad, hogy érdemes volt ezt a zenélést komolyan venni. Tulajdonképpen a legtöbb koncertén úgy érzem, hogy érdemes csinálni, mert meg ez a sok levél tud, amit kapunk. De ezt gondolom minden zenész elmondja. Valamint, hát én tudom, hogy nagyon szar helyzetben van ma az egész, ez az egész rock zene, az egész ipar. A felvevő piac elég szűk, egyre kevesebb lemez lehet adni, és főleg ez a műfaj, ez a heavy metal, szóval elég gondok vannak. Az emberek nem vesznek annyi példányszámú lemez, hanem inkább átmásolgatják. Koncertbelépők egyre drágább, ugyanakkor a költségek egyre magasabbak, a szállítás, az erősítés, szóval gondok vannak. De megéri csinálni, szóval fanatizmus kell, bennünk még megvan, még nem fáradtunk meg. Itt Kiskunhalason ti úgy valamennyire ilyen helyi hősöknek, vagy helyi sztároknak számított, hogy mindenki ismer benneteket, és azért a fiatalok nagy része szereti, amit csináltok? Érdekes, hogy tényleg sokan ismernek, de ez nem nehéz ezt itt elérni, mert ez elég kis város, 35 ezeren laknak. Annak ellenére, hogy halasiak vagyunk, elég ritkán játszunk itt, szóval évente egyszer. Ez általában teltházas, és sokan szemünkre vették, hogy mindenhol játszunk, már csak Halason nem. Tehát magyarul gyakrabban kellene játszanunk itt. Fene tudja. Szóval tényleg itt ismernek.